kísérletben azt fogjuk megvizsgálni, hogy ha azonos tömegű testeket akasztunk egy rugóra, milyen összefüggésben nyúlik meg a rugó. Például itt a felhelyezett rugónál az egyensúly helyzetében látható, hogy pont egy leosztástáz, egy csíphoz illeszkedik a mutató, azt meg is jelölöm egy lutekkel a leolvasás megkönnyítéséért. Ráakasztunk egy húzgalmas testet, és hát természetesen durva becsléssel, mert nem milliméter papír van mögötte, leolvassuk, hogy körülbelül 4 cm durva meg ennek hatására. Ráakasztunk egy újabb 20 g tömegű testet, és itt megszámoljuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm megnyúlás társult hozzá. Tehát 40 g-nál 8 cm, megismételjük egy harmadik testet is. Ugye újabb 20 g-os test, tehát 60 g, és elég jól követi az arányosságot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm, ahogy ezt vártuk is. Rögzítsük ezt a kis egyszerű táblázatunkban. Tömeg 20, 40, 60 g volt. A hossz változást, amit most delta ellen jelölök, tehát egyszer volt 4 cm, utána 8 cm, az utolsó esetben pedig 12 cm. Mi következik ebből? Hát az következik, hogyha 20 g-hoz, 4 cm, 40 g-hoz, 8 cm, 6 g-hoz, 12, tehát centiméterenként ugye 5 g vagy 5 g hatására nyújt 1 cm-t, ugye mert 20-ban a 4 vagy 40-ben a 8, az 5-öt ad eredményül. Tehát ez a rugó 5 g súly, vagy 5 g tömeg hatására 1 cm. Meg lehet ezt fordítani, ha mondjuk egy ismeretlen tömegű testet akasztok a most elemzett rugóra, mondjuk ezt a kulcscsomót, megvizsgáljuk, hogy hány centiméter megnyúlás következik be ennek hatására. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, szerencsénk van. Tehát 8 cm megnyúlás, azért gondolom, hogy szerencsénk van, mert azt tudjuk, hogy akkor egy 40 g-nak felel meg. De egy másik testet akasztottunk volna, nyilván ugyanúgy meg tudtuk volna becsülni, hány g-os ez a test. Azért kontrollásképpen ellenőrizzük le a mérleggel is. Rá fogom tenni erre a 0,1 g fontosságú mérlegre a kulcsomót, és leellenőrizzük, hogy jól becsültük-e meg a tömegét. Ránézem, és akkor olvassuk le az értéket. Tehát jól láthatjuk, hogy 40,5 g-ot mutat a mérleg, mi 40 g-ot becsültünk, igen ügyesek voltunk. Elvégezhetnénk ezt más rugókkal is, például egy kisebb, vagy egy nagyobb erősségűvel. Ezen az elven működnek egyébként a piaci dinnyés mérlegek, vagy a horgászok ismerik a hal, akasztós hal mérleg is.